Szenvedést, imádást illetően a régi mesterek véleménye más. Ha valaki szenved, a többi nem eszik, nem moccan, nem nyit ablakot. Lélegzet visszafolytva nézi a szenvedőt. A Szent Irén gyászolja Szent Sebestyén című képen egyetlen fáklya lobog csak. A szemek, kivéve egy szolgálóét, sír az arcát kendővel takarja el, mind-mind a dárdanyére szegeződnek. Melkasba tört oszlop. Szent Irén Madonna mozdulattal tárja szét karját, s így fogadja be a felfoghatatlan. Keze ekép szól, lássátok, íme. Mellettek kámzsás görnyed szerzetes fej, két kéz egyé fonódva a gyász gesztusában. Mint azt néznék, most is azt a lándzsát a keresztre feszített oldalában. S kezük, lábuk is azok a szögek járnák át, az a vízzel kevert vér csorogna rajtuk, s ugyanaz az ecet íz nyelvükön zihálva. Istenem, Istenem, miért hagytál el? Néznek csak, s rajtunk kívül nincs világ. S még korábban e kép mutat Van der Gogh Jézus születése című képén minden a mesztelen fényes kisded felé iránytű hegyekén. Na, a világ minden rangja rendjei, angyalok csöp manókként gubbadozva gerendákon, vagy kolibri kőrözéssel a légben, s a durva pásztorok is mély tisztán imádják, a kistermetű donor, meg a család, s a roppant védszentek ott érdel a szűz, imádja a gyermeket. S a mágusok a hegyek közt jönnek, tevéstől kérdezik az utat, s a térdelő megmutatja, az ökörs, a szamár kinéz a jászó mellől, nem emberszabású, ormótlan fejük is merő imádat. És az ajándékok, kéve búza, agyakkorsó, virágok, azok is, mintha elmélyülten viselnék büszke részük, mi a világ megváltásából nekik jó, és az idő is egyetlen pillanatban összpontosul. Amott messze a sziklák közt látjuk Máriát, s Józsefet Szamárral, jönnek Betlehembe a füves dombon, fehér nyájleggel, pásztorok hadonásznak, csodálják a csillagot. És aztán évszázadokat ugrunk a jövőbe, ott térdel a donor, feleségestől, gyerekestől, és néz, mindent, ami csak volt, s lesz a világon, odavonz a csöpnyi árva emberi középpont. Későbbi mesterek vásznának keresztre feszítés már a kép sarkába szorult. Mindenki a fontos dolgokra vágyott, s úgy látta, ez nem fontos. Az új mesterek szabadabban választják meg a témát. Veronézzétek, éppen üldözte az inkvizíció, mert tisztus lábaihoz játszadozó kutyákat festnek. A föld csak egy bolygó a fejük közt. Később eltűnik Krisztus, a kutyák, absztrakt egyetértésben, imádás nélkül. Az újabb mestereknél színek vannak a vásznon, a világegyetem képe, s egy fénylő pont valahol a sarokban. Kis rádióaktív bolygó, a neve Föld.